Négy édesanya és egy fiatal hölgy mindennapjaiba nyerhetünk betekintést a fotók segítségével. A családok életét Komka Péter fotóriporter követte egy-egy napon át. Ebből készült a vándorkiállítás, amelyet 2 évvel ezelőtt Budapesten mutattak be először. Az Autisták Országos Egyesülete 2015-ben hirdette meg a programot azzal a céllal, hogy az elkészült képekkel felhívják a figyelmet a rendkívül sokszínű fogyatékosságra, az autizmusra. Különösen az édesanyák azok a személyek, akik bármilyen körülmények között képesek összetartani a családot. Tápláló és vigyázó szeretetük egy életen át végigkísér. Csubákné Besesek Andrea a polgármester szavait távollétében dr. Muncik Dénesné, az önkormányzat kulturális referense tolmácsolta a bajai megnyitón. Magyarországon több mint 100 000 ember él autizmussal. A változatos formában jelentkező fejlődési zavar következtében legtöbbször a társas viselkedés és a kommunikáció okoz gondot. Az 5 kiválasztott fotóalany egyike, Benkő Mónika és kisfia voltak. A középiskolában tanító pedagógus fontos feladatának tartja azt, hogy a társadalom nyitottabbá váljon az autizmus irányában. Mióta kiderült, hogy a kisfiam autista, idestova már 8 éve, nagyon fontosnak tartom a társadalom figyelmét felhívni erre, és én eddig is munkálkodtam az Autisták Országos Szövetségénél, szemléletformáló osztályfőnöki órákat tartottam középiskolában, rendszeresen járok a tanítóképzőbe előadást tartani, és mindenféle fórumon hangoztatni, hogy minél többen halljanak erről a dologról, és minél nagyobb legyen a társadalmi elfogadottsága. Az autizmus világnapján, április 7-én, ezúttal a Bácskai Kultúrpalotába várják a családokat. A programban gyermekfoglalkozások, kutyaterápiás bemutató és közös városi séta is szerepel.